Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, november másodikán halottak napján szent egyházunk, a küzdő egyház tagjaiként, akik ebben a földéletben élünk, a szentmisét elhunyt szeretteink lelki üdvért ajánlja föl, ajánljuk föl. Imádkozunk ő érettük, akik a hitben előttünk jártak, de már kiléptek ebből a véges föld életből a halál következtében, és várják a megdicsült egyháznak azt a Teljességét, amelyben részük lehet, mégpedig azért, mert ők is Isten gyermekei voltak, ahogy mi is most azok vagyunk. Várományosai vagyunk az örök életnek. Persze az apostoli hitvallásban úgy imádkozzuk, hogy hiszem a test föltámadását, hiszem az örök életet. A testnek feltámadása és az örök élet, az felülmúlja az ember értelmi képességét, de nem azt jelenti, hogy akkor, ha mit, ami túlhaladja emberi képességünket az Isten világából, az ne létezne. Nem azért létezik, mert az ember ezt kitalálja és bebeszéli magának, hanem azért létezik, mert Krisztus megmutatta, hogy ő az örök létezés, hogy Isten tudnilik a halál fölött is úr, ahogy az élet fölött is úr. Ő az életnek a barátja, hogy ezt csodálatos módon halljuk a Szentírásból és tanítja a második Vatikáni zsinat. Ő az életnek a barátja, aki arra hív, hogy ne csak szemlélői, hanem részesei legyünk az ő személyes életének. Mert itt az út nem valamit jelent, itt az igazság nem valamit jelent, hanem őt önmagát, hiszen ő maga mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az atyához, csak én általam. Ez az én, az a második isteni személy, aki isteni természetének hatalma által, mint a mennyei atya legnagyobb ajándéka, nekünk adta önmagát a megtestesülés által, és valóságosan magára öltve emberi természetünket, fölemelt bennünket az örök létezés isteni életének szintjére, ahol az élet nem rendelkezik kezdettel, és ahol az élet nem rendelkezik véggel, mert önmagától örökké létezik. Ez a Szent Háromságos egyisten. Ebbe az örök dicsőségbe akar Krisztus bennünket is meghívni és fölemelni a hitkegyelme által. Csak engedjük, hogy a Szent Tamási. Tamás apostoli lelkület bennünk is ott legyen. A hitet szemlélni, megélni állandóan nem azt jelenti, hogy az értelmet kikapcsoljuk, hanem pont az ellenkezőjét jelenti. A hit állandóan bekapcsolva tartja és segíti az értelmet, és ahol az értelem megtorpanna, ott a hit segít neki, hogy tovább lépjen. Mert bármennyire a véges lét valóságán keresztül lett meghívva az örök létezésre, mégis a végén nem a semmi van, hanem a minket végtelenül szerető Isten. De ez nem azt jelenti, hogy hát majd a halálunk után lesz részünk benne, hanem már a fogantatásunk pillanatától kezdve részesei vagyunk ennek a kezdet és vég nélküli örökisteni szeretetnek, amely nem csak megteremtette, nem csak megváltotta, hanem örök életet is adott, ami emberi személyünk életének, létezésének, amen.